Tudtam, hogy hazudok nagyon sokszor, és mint ilyen dolog, ez sok szégyennel járt és bűntudattal, és nem éreztem jól magam, de nem tudtam, hogy hogyan ne csináljam ezt, hiszen annyira féltettem a kis titkaimat, hogy azt gondoltam, hogy engem megismer valaki úgy, ahogy én tényleg vagyok, akkor senki nem fog szeretni, mindenki ettől fél. Én egy narcisztikus ember voltam. Az Eszterrel való találkozásomkor bármire gondoltam életem azon szakaszán, csak arra nem, hogy most jön a nagy. A haverom lakásában lakom, a másik haverom pénzéből élek, szanakszot szedek. Sziasztok, üdv mindenkinek! Mai vendégemnek 10 évvel ezelőtt a lábai előtt hevert az egész világ. Aztán zuhanás, egészen a padlóig. Hogy mi vezetett odáig, mi történt ott, hogy sikerült fölállnia, és azóta hol tart a visszatérésével, mind megkérdezem tőle. A Carbon Fools együttes volt frontembere, a zenész énekes Fehér Balázs a vendégem. Menjünk be érte a stúdióba. Sziasztok! Igen! Hello! Hello! Egy hoppaszalad szakadásom! Hello! Szia, Fehér Balázs! Szia, Tiszt! Sziasztok! Eljegyetek meg, mindenkinek lehetok! Köszönjük! Pati! Szia! Minden maszkodtok, vissza vagyok! Szia, harmad soha! Igen, Kovács Balázs vagyok! Vissza vagyok! Sanyi, Flóra! Szia, Sanyi! Szia, Flóra! Mit fogunk most hallani? Ez a You and Me című számunk, és ezt fogjátok hallani, ez az első dal, ami kijön az újra alkult lemezemről, és egyből kijön majd még egy, és azt is meg fogjuk mutatni nektek, azt majd a többieknek majd idővel. Jó, és most az lesz, hogy itt csak mondom a nézők kedvéért, hogy itt az elején egy picit hallgatunk, és majd a legvégén az adásnak megmutatjuk az egészet is. Balázs! Hát hello! Hello! Na milyen volt? Ez így neked? Izgultál? Izgultam, igen. Rát most már... Nem. Most már nem játszok rá, tudod? Tehát nem az van, hogy kemény vagyok, hanem az van, hogy izgulok, és ez van. Régen az volt, hogy mindenre? Szorosabbra húztam a bőrcsekimet, és ráviselkedtem. Aha. Igen, most már nem viselkedek rá. És mit próbáltál így kiviselkedni? Tehát ki volt az, akit megpróbáltál eljátszani? Hát azt a Fehér Balázs karaktert, ami ez a, aki nem sérülékeny, aki mindig kemény, akinek mindig tiszta a cipője, aki próbálja ezt a tökéletesség látszatát kelteni, de hát ez nem... Hát mert nincs ember, aki ilyen. Igen. De a látszatot sikerült keltened, mert hogy itt tehát nagyon komolyan a lábaid előtt hevert itt. Minden, fél Magyarország, igen. Nőnemű Magyarország is, de nem csak a nők, hanem úgy, tehát hogy tényleg azért pont 10 éve voltál te az abszolút csúcson a Carbon Fools-al, és valami elképesztően izgalmas, de hát látszólag is, meg gondolom belülről, meg még inkább fájdalmas utat jártál meg odáig, hogy most új lemez, új anyag, stb. Na szóval beszélgessünk kicsit erről az útról, mert én amikor fölhívtalak, hogy nagyon kíváncsi vagyok rád, hogy vagy most, meg így figyelgetlek a közösségi médiában, és látok egy ilyen új, régi új Balázst megnyilvánulni, akkor azt mondtad, hogy de jókor hívtalak, mert hogy pont egy kicsit ilyen hitevesztett állapotba kezdtél újra kerülni. Igen, én engem elég régóta egy olyan parkolópályára tett a jóisten vagy az élet, hogy nem nagyon hagyja,
hogy csak úgy magamtól szintet lépjek, hanem mindig meg kell várnom azt, még ahol éppen vagyok, ott mindent megtanulok, amit lehet, és ez nem feltétlenül a sikerről, vagy az akaratom szerinti történésekről szól, hanem inkább arról, hogy el kell fogadjam azt, hogy nem én irányítok, és nem mindig kolbászból van a kerítés, és ez nagyon nehezen fogadom el, szerintem mindenki nagyon nehezen fogadja el, de látom, hogy ennek mi az előnye, például kevésbé vagyok nagyképűbb, vagy arrogánsabb, vagy önzőbb, de ez egy fájdalmas, ezek törések, tehát ezek így letörnek rólam. De minden a születés ilyen fájdalommal jár, annak is, aki születik, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt most itt totálisan újjászületésben vagy. Abszolút. Hála egyébként nagyon fura módon, például a betegségemnek, vagy a teljesen ilyen szüret, 32 évesen egy nyugdíjas nő segített hazamenni a lakásomtól egy sarokra pár éve. Tehát annyira elvesztettem minden erőmet és minden pozíciómat, hogy egyszerűen semmim nem maradt. Tehát a betegséged az a depresszió? Nem. Vagy ezt nem szereted címkézni? Vagy hogy? Címkézhetjük. Hát, hogyha akarod. Volt benne depresszió. Szóval milyen betegségről beszélünk? Ez a fizikai tünetei, ami mondjuk így első látás egy egyértelmű, az egy teljes erővesztés. Tehát egy két hónapig nem alvás. Az volt a durvább része, ami után ugye önként bementem úgyhogy egy barátom bevitt a pszichiátriára, és de ott nem fogadtak, átirányítottak a járóbetegosztályra, és ott újra elkezdtem gyógyszereket szedni. Két hónap nem alvás után az agyad egy olyan állapotban van, hogy tehát ott te elvesztetted a mindenféle kontrollt. Igen. Tehát ott a piros, zöld, kék, tehát amit teljes összeomlás, igen. Igen. Abba bele lehet halni, hogyha valaki nem alszik. Simán, és nagyon sokan belehalnak, igen. És nekem rohadt nagy mázlim volt. Tehát aki azt képzeli, hogy ez nekem egy ilyen előre eltervezett, na most akkor meggyógyul. Ez a rákendról, hogy az ember belehal, de nem. Nem. Ez nem az. Ez egyébként egy teljesen tőlem független, úgymond áldás volt, ami keserű volt nagyon, de tényleg kellett 220-nál a kézifék. Jó, csak 220-nál a kéziféket, ha meghúzza valaki, akkor olyan sok, nem tudom, erő vektor hat rá, hogy ott kiszakadhat minden belső, külső igen. dolog. Igen, és hát, egyébként az, ami furcsa, mert ami az emberben szerintem igazán sérülhet, az nem is ő maga, hanem inkább az elképzelései, vagy az álmai, vagy a vágyai, vagy a... Sokszor szeretjük halhatatlannak érezni, meg hinni magunkat, de ez egy olyan fordulatnál, mint például nekem a betegség volt, ez kiderül, hogy nem, és nagyon visszahúz a földre. Megéled, érzed a halhatatlanságot, helyed a mulandóságodat, érzed a butaságodat, érzed, hogy mennyire elszámoltad magad, és ez azért nagyban hozzásegít ahhoz, hogy megjelenjen az alázat. Aha. Figyelj, tehát, hogy azt mondod, hogy címkézhetjük is, de azt mondd már el, hogy, tehát, hogy nem aludtál. Volt egy ilyen nagyon erős kiégettséged akkor, vagy egy telítődésed, hogy képtelen voltál mozogni. Ugye azt nyilatkoztad már, hogy volt egy év, amikor szinte föl se keltél az ágyból. Igen, meg szociális életet se tudtam élni. Ezt megelőzte egy 12 év napi egy óra pszichoterápia. Uh-huh. Tehát én nagyon kíváncsi voltam a hibáimra. 12 év? 12 év. Wow. Aha. És minden nap napi egy órát beszéltem a pszichológusommal, ha nem... Igen, minden 12 évig. 12 éven keresztül. Tehát én annyit hallgattam azt, hogy én valójában ki vagyok, ahelyett, hogy én mit gondolok magamról, uh-huh. hogy az a seb, amit ilyenkor az ember elkezd feltépni, uh-huh. egy idő után elkezd kifakadni, és az minden megkérdőjeleződik, és ez egy rohadt félelmetes dolog, De ez a szabadság. Aha. Ez a szabadság. Tehát ami ilyenkor megsemmisül, az csak a kép rólad, az nem te vagy. Csak úgy erről szól a dobd el kincseidet, a gazdagság legyél te magad. Tehát amikor ragaszkodsz a kincseidhez, akkor azzal ignorálod azt a tényt, hogy te magad vagy a gazdagság. A szívedben ott van Isten, az élet, és minden, amit te valaha vágytál, csak annyira el vagy foglalva a kis világi életeddel. Igen, de közben olyan is van, hogy annyira el vagy foglalva az önmunkával, tehát 12 évnyi napi pszichoterápia az rengeteg önmunka. Az szinte, tehát hogy azon gondolkozom, hogy nem túlzás-e, hogy nem érezted-e soha azt, hogy egyszerűen nem bírok többet foglalkozni magammal. Dehogy nem, de én egy hihetetlen szélsőséges ember vagyok, ugye a jóból is, a rosszból is nagyon, nagyon nagy merítéssel kapok. És dehogy nem, sokszor éreztem, de az életben benne van az is, hogy túllősz valamit.
Igen, persze. Meg az, hogy elszámítod magad, és kevesebbet mersz. Uh-huh. Tehát ez mind benne van az egészben, és ez így szerintem, nekem ez így nagyon bejön. Aha. Mikor volt mikor jutottál el a mélypontra? Azt meg be tudod határozni nagyjából, hogy hány évvel, mi volt ez a pont, vagy időszak, amikor, aminél már nem mentél mélyebbre, ami az abszolút. Akkor nem mentem már mélyebbre, amikor már nem ez foglalkoztatott. Azt mondtam, hogy én csak az igazságot akarom tudni, és engem nem érdekel, hogy hova visz az Isten. Engem csak az igazság érdekel. És akkor egyébként, ami ezt tudom kötni effektív pont, az az, hogy akkor halt meg édesapám. Tehát én azt is éreztem, hogy amikor ugye nyilván a szüleink mintáival küzdködünk, és akkor én magamban is gyászoltam sok mindent, amit apám számlájára írtam, és valahogy ennek volt egy ilyen, azt már éreztem, hogy tehát ez így nem jöhet minden ennyire össze csak azért, hogy velem valaki kicsesszen. Aha. Tehát az már annyira fura volt, hogy na jó, most már akkor ez biztos valami, ennek valami oka van, és nem az az oka, hogy engem megtiporjanak. Voltak olyan képzeteid, hogy veled valaki valahol ki akar. Hát az is jó Isten. Hát olyan valahogy ezt érdemled, és ezért ezt... Hát a mai napig még vannak fájtjaink, és mondom, hogy... De... Mondjad ki szóval. Nem csak tehát, hogy itt viszonylag rövid idő alatt többször hivatkozol a jó Istenre. Ez a hit, ez mennyire újonnan megtalált dolog, vagy ennek a harcnak a közepette megtalált dolog, vagy te mindig is Isten hívő voltál? Nem. Ugye zuhanógépen nincs ateista, elvett vallom. Én a zuhanógépen kerültem kapcsolatba Istennel, meg kezdtem el imádkozni, kérni Istentől. Rájöttem, hogy én nem tudok kérni. Max parancsolni tudtam addig, de amikor az ember megpróbálja megfogalmazni a kívánságait, az egy teljesen más dolog. Uh-huh. Mert ugye rá van utalva valakire, meg kell mutatni neki a gyengeségeit, a vágyait. Meg az alázatot ki kell valahogy csalogatni magából, mert a kérni csak alázatosan lehet. Különben az nem kérés, lehet kérni. Lehet? Adjál már! Jó, de ez nem kérés. Igen, ez követelés. Igen, az követelőzés. Tehát a kérés, szerintem a kérés szóban van az alázat. Ez így van. Köszönöm, hogy megvártad a zöldet, hogy kikapcsolod. Most muszáj ők elindulni. Jó, hol vanna? Jó. Szóval, oké, tehát akkor a zuhanógépen te hirtelen, nem is hirtelen, de egyszer csak megtaláltad azt, hogy itt van kitől, és van hogyan kérni. Igen. És akkor mit kértél? Én egyetlen egy dolgot kértem, ami nekem mindig is a legfontosabb, ez az volt, hogy bármi áron, de mutassa meg nekem a jó Isten az igazságot. De mire vonatkozó igazságot? Tehát annyi igazság van, és annyi területe van az életnek, ahol az igazságot keressük. Én még ezt nem tudtam. Én csak azt tudtam, hogy valamiért ez az ima elhagyta a számot. Tehát, hogy ennek mi lesz a következménye, ezt csak később értettem meg, és igazából az lett az eredménye ennek az imának, hogy megmutatta a jó Isten az egyetlen állandó dolgot ebben az életben. Mert előbb nincs nyugalom, csak hogyha egy ember megtalálja végre azt, ami nem múlik el, nem veszítheti el, és annak egyenlőnek kell lennie a békével, mert máshogy nem lehet. Tehát minden mulandó ebbe a világba. Hát hajaj, pláne mi? Igen. Tehát, hogy akkor... Csak körbenézni, hogy most mi történik. Tehát, hogy minden mulandó. És mi az, ami nem múlik el? A béke, a szeretet? Nem. Te. Te magad? Te, igen, te. Aha. De nem az a te, aki 4 évesen szerette a gombát, 5 évesen utálta, aki 6 évesen azt gondolta, hogy ő lesz Lady Diana, és 60 évesen pedig szeretett volna Elon Musk anyjára hasonlítani. Nem, ezek azok a vágyaink és képe, a saját magunkról alkotott kép, ami mindig változik. De eként azonosítjuk magunkat, és úgy hivatkozunk erre a képre, mint egy fix dolog, pedig folyamatosan változik. Az emberek összezavarodottsága nagyjából részben azért van, mert egy olyan dolog, ként azonosítják magukat, ami folyton változik. És ezért sem találnak biztonságot, és nyugalmat, és békét. Oké, tehát akkor van valamiféle középpontunk, ami állandó. És azt kell megtalálnunk. Nem kell megtalálnunk, már itt van. Itt van. Jó, csak arra kell ránéznünk, vagy rálátnunk valahogy. Mert hogy elvesztjük ezt, tehát annyian elveszítjük. Azt hisszük, hogy elveszítjük, igen. Oké. Nem múlt el nyomtalanul ez a sok-sok munka, Balázs, azt figyelted, hogy tényleg. Azon gondolkozom, hogy milyen lehetett te fejedben lenni. Az én fejemben egyre jobb lenni, egyre tisztább a kép, de ami a legjobb, az én szívemben lenni. Akkor benne vagy, te szereted magad most már? Én
tehát amikor az van, hogy én szeretem magamat, nekem ez a dolog, amit mondtál, ez nem része az életemnek. Nekem nincs olyan, hogy én megpróbálom szeretni magamat, hanem amikor emlékeztetem magamat arra, hogy ki vagyok, vagy vissza, tehát befele fordulok, akkor nekem nem kell, hogy szeressem magamat, mert a természetem maga a szeretet. És ez mindenki, tehát ez nem az én privilégium, az, mert Fehér Balázs megkapta ezt, mert ő Fehér Balázs, hanem egyszerűen mindenki ezt keresi, hol így, hol úgy, hol amúgy, de mindenki erre vágyik, hogy ezt megtalálja. Jó, tehát akkor szeretés az van. Igen. Az egy állandó. Igen. Ez arra emlékeztet, amit van a She's Cool című dalod, amiben a te szerelmed, Eszter, szerepel veled, és csináltatok hozzá egy gondolatok a dalhoz felvételt. Itt a 8 perc körülbelül, és ezt én megnéztem, amin csak Eszter látszik, de ti ketten beszélgettek a szeretetnek a szövetéről, meg arról, hogy a kapcsolatotokról gyakorlatilag, és engem egészen meghatott az egyrészt, hogy mennyire lemesztelenedtek ebben a lelkileg, ebben a beszélgetésben, meg abban a diskurzusban, hogy mit is jelentetek ti egymásnak. És azért azt tudom, hogy ez a találkozás vele is segített téged abban, hogy ma itt ülsz így, és higgadtan tudsz erről beszélni kamerák előtt, nem? Igen, abszolút. Ez a mesztelenedés az individuálisan elindult nálam is, és amikor találkoztunk, akkor nála is elkezdődött. És igazából én azt gondolom, hogy amikor két ember összetalálkozik, akkor én nem számítok az Eszterre úgy, hogy tehát nem ő az én menedékem. Aha. Hanem a mi menedékünk az mindenkinek megvan a saját menedéke. Az a béke, ami benned van. És amikor békére vágyunk, nem a másik felé nyúlunk, hanem emlékeztetjük a másikat, hogy ez már itt van, és ennél több dolgunk igazából nincsen. Ez nem úgy néz ki, hogy egész nap mondjuk egymásnak, hogy figyelj be, befele figyelj, magadra figyelj, hanem ez úgy van, hogy ennek a tudásnak a jelenlét, ez ott van a kapcsolatunkban. És ez a bátorság, emiatt tudunk lemesztelenedni egymás előtt. Uh-huh. Hiszen ez a ugye egy párkapcsolat azért nagyon érdekes, mert ott egy idő után nem tudsz már rejtegetni dolgokat. Tehát, hát igen. Ami igazi párkapcsolatot nem lehet, ott nincs. Igen, meg ha tényleg kíváncsi vagy magadra, akkor tényleg kíváncsi vagy a másikra. Igen. Mert egészség nincs úgy, hogyha csak a jó dolgokat szeretnéd tudni a másikról. Igen. Hanem mi az elejétől fogva ebben iszonyat radikálisak vagyunk. Azt ő is mondja egyébként rólad, hogy azt a szókapcsolatot, hogy kíméletlen őszinteség, azt rólad mintázták. Tehát, hogy te vagy a szobra ennek, és ez néha tényleg kíméletlen, tehát néha tényleg fáj első pillanatban. Sokszor fáj, igen. Igen, és ezt ő is mondta, és az is nagyon megejtő egyébként, ahogy ő erről, mikor beszéltünk rólad vele, hogy erről ő ezt kimondta, hogy igen, néha ez fáj, néha ezzel kemény megküzdeni, mert nem feltétlenül így éljük a párkapcsolatainkat. És te sem így élted, hogy gondolom ebben például más ez a kapcsolat, ebben is más ez a kapcsolat, mint az eddigi bármelyik. Persze, össze-vissza vetítettem. Meg, de ez nem tudatos volt. Tudtam, hogy hazudok nagyon sokszor, és mint ilyen dolog, ez sok szégyennel járt, és bűntudattal, és nem éreztem jól magam, de nem tudtam, hogy hogyan ne csináljam ezt, hiszen annyira féltettem a kis titkaimat, hogy azt gondoltam, hogy ha engem megismer valaki úgy, ahogy én tényleg vagyok, akkor senki nem fog szeretni, mindenki ettől fél. Azért a titkaink azért vannak, mert azt hiszük, hogyha megmutatjuk a titkainkat, akkor elveszítjük a szeretetet. Ez attól is függ, tudod, hogy milyen szeretet mintával jövünk, tehát, hogy szerettek-e minket úgy, ahogy vagyunk. Mindenféle feltétel és mindenféle szabály nélkül, csak úgy és azért, ahogy vagyunk. Tehát, hogyha van egy ilyen korai élménye az embernek, akkor talán kevésbé érzi úgy, hogy a belső, hogy önmagát titkolni kell, mert hogy majd nem fogják szeretni. Tehát olyan nehéz megtanulni jól szeretni, mert sokan jövő. Nem lehet megtanulni. Anyasebekkel, apasebekkel. Nem lehet megtanulni jól szeretni, mert tanulni itt kell, szeretni meg itt. Igen. Nem lehet. Egyszerűen tényleg nem lehet. Tehát ez... Nem lehet megtanulni jól szeretni, azt értem, de valahogy akkor is szakítani kell, vagy jó, ha tudunk változtatni a mintákon. Hát különben... Nem tudunk változtatni a mintákon. De
egyetlen egy módon tudunk változtatni a mintákon, és elfogadjuk, hogy nem tudunk változtatni önerőből a mintáinkon. Csak úgy juthatunk túl ezeken a mintákon, hogyha elfogadjuk azt, hogy akár örök életünkre ezek a minták velünk lesznek, és így. És utána jöhet, én nekem utána volt egy fázis, hogy azt próbáltam meg elfogadni, hogy ezt nem tudom elfogadni. Ezt nem tudom elfogadni. Mert beleőrülök abban, hogy olyan vagyok, mint az anyám, vagy az apám, és ezt nem akarom, pedig ameddig magadban ezeket a dolgokat, vagy édesanyádban, vagy saját magadban nem fogadod el, addig nem lesz békére kész. Nagyon nehéz azzal szembesülni, és ezzel a legtöbben felnőttként szembesülünk, van, aki kamaszként, esetleg gyerekként, de legtöbben mégiscsak felnőttként, amikor mi magunk is vagy szülők leszünk, vagy elkezdünk komoly párkapcsolatokat és egyéb kapcsolatokat építeni, választani, dönteni, hogy a szüleink mennyire tökéletlenek. Ez egy nagyon durva tapasztalás. És az is, hogy ugye tökéletlenség van, és van egy hihetetlen tisztelet és vágyódás Tehát van egy... Mit mondtam? Hát van a szeretet, és van az, hogy... Tehát vágysz az elfogadásukra. Igen, nagyon vágysz az elfogadásukra, és közben érzed, hogy nem, egyre kevésbé tökéletesek. Uh-huh. És én nekem hihetetlen nehéz volt, édesanyámmal is egyébként, nagyon sokat veszekedtünk, mert én meg akartam érteni, hogy miért vagyok ilyen, uh-huh. és miért nem szólt erről, és rengeteget veszekedtem anyámmal, de most... Már felnőttként, vagy tinédzserként, vagy mikor veszekedtél vele? Felnőttként, most nemrég. Az elmúlt időszakban, amikor volt ez a nagy felrobbanás, igen. És képzeld el, hogy egy olyan a veszekedések után, meg a háború után egy olyan béke köszöntött be egy a kapcsolatunkban, mert nincs elvárásom anyámmal, képzeld el. Tehát egyszerűen azért, mert el is fogadtam azt, amilyen ő, el is fogadtam azt, amilyen ő bennem. Uh-huh. Tehát ugye magamon tudta, nem kellett ez annyira anyám mindig. Uh-huh. Egyszerűen elfogadtam, hogy mondjuk iszonyatosan lusta vagyok. Aha. Nagyon nehéz volt elfogadni, és az Esztertől ugyanúgy minden nap megkapom, ne félj. Tehát ez az őszinteség, ez oda-vissza működik. Tehát lusta vagy. Tehát ezzel vagyok. Például szemben, még mivel néztél szembe? Lusta vagyok, önző, gátlástalan néha, kihasználom az embereket, képzeld el. Ez nem jó felség. Nem jó felség, de nem tudok kigyógyulni úgy. Én egy narcisztikus ember voltam. Tehát hogy tudok, az alkoholista nem tud így kigyógyulni, hogyha nem vallja be magának. Hogy én nem úgy használtam ki embereket, hogy nekik nem volt ez jó. Ez egy olyan deal volt, amiben mindenki jól járt. De én nekem mindenki csak egy ember volt, meg egy pozíció. Aha. Nekem nem volt ott, nem érdekelt mögötte senki. Uh-huh. És például empátiát ért tudtál? Semmit, nem. Egy narcisztikus tényleg, hogy. Hát azért kérdezem csak így. Nem, de viszont képzeljétek el, hogy már most bocsánat, képzeljétek el, hogy van mencsvár. Tehát, hogy ki lehet belőle gyógyulni. A pszichológusom a legdurvább ponton szállt ki az életemből. Aha. És onnantól egyedül, tehát meg kellett valamikor éreznem a saját erőmet ebben. És az volt az a pont, és nagyon kemény voltam, minap egyébként belegondoltam, hogy tényleg mi ment rajtam keresztül, mert mi nem megyünk semmin keresztül, hanem minden rajtunk keresztül megy. Ez egy tévhit, hogy mi keresztül megyünk bármin is. Annyi minden ment rajtam keresztül, hogy ezt egyszerűen el se hiszem. Tehát ahhoz képest, a nyugalomhoz képest, ami egyébként most van. Igen, azt érzem, hogy most ahhoz képest, hogy ott voltunk és felvettük, hogy énekeltél, és akkor mondtad is, hogy azért ez izgulsz, mert hogy nem tudom, 7 éve nem vetted ilyen komolyan ezt az egészet, ezt az egész előadó művészetet. De hogy tényleg egy nyugalmat érzek. Tök jó. Ránézett, és egy nyugalmat érzek. Ez az óriási vágy a szeretetre, a feltétel nélküli szeretetre, ami mindannyiunkban benne van benned is, ugye, és ami eljutatott nagyon mély pontokra, hogy pont akkor, amikor te kaptál rengeteg szeretetet a közönségtől a Carbon Fools kapcsán, és ott álltál a színpadon, és tényleg odáig voltak érted, és pont akkor, amikor volt egy ilyen szeretett cunami, ami feléd így áramlott, hogy neked pont akkor lett ez nem elég, vagy nem olyan, vagy kevés, vagy akkor zuhantál, onnan zuhantál mélyre. Igen. És hogy ez milyen érdekes, hogy ez ellentmondásban van-e egyáltalán, vagy hogy mennyire más annak a szeretetnek a szövete,
mint annak, amit keresel. Igen, az egy mulandó dolog. Én azt a fajta szeretet, amit mostanában nemrég ismertem meg, az egyrészt nem egy mulandó dolog, az egyben van, elválaszthatatlan ugye tőlem, ezért nem tudom elveszteni, az élettel is elválaszthatatlan. Az pedig egy figyelemből és egy rajongásból és egy őrületből összegyúrt valami nem is tudom mi volt, ami hogyha vége volt a koncertnek és a reflektorfény lefordult rólam, akkor nem volt ott. És az milyen volt, amikor hirtelen egyszer csak nem volt ott? Az egy retten, amikor a junkie-nak elfogy a kokója, a szere. És akkor kezdődnek az elvonási tünetek, mint ahogy én is megmondtam magamtól, hogy a sikert, a nőket, mindent, amikor elmentem, lejöttem a színpadról ezelőtt majdnem 7 éve, és elkezdtek feljönni az elvonási tünetek. De nem mentem vissza, maradtam. De ez milyen volt? Hát az már a betegségem kezdete volt. Aha. De fizikailag ez mint a refluxtól kezdve minden, és akkor ott folytattuk, ahol abba hagytuk a depressziók mindenféle tünete. Igen, és akkor hívhatjuk depressziónak, ez a legegyszerűbb. De ez mondom, teljes erővesztés, minden. Tehát egyszerűen az elmém az megőrült. Tehát engem nem érdekelt az, hogy megy le a pénzem, bármi jött, mert jöttek utána felajánlások, de mindegyikről éreztem, hogy nem. És mivel nem hallgattam az eszemre, mert én elkezdtem letenni a voksomat a szívem mellett, és ugye a szív tudjuk, hogy viselkedik, teljesen irracionálisan, tehát mert a szíveden keresztül Isten vezet. Nem a nagyapádnak a berögzött mintái, vagy a tanáraidnak, vagy az öltönyös embereknek, vagy a politikusoknak a berögződései, vagy a társadalmi dogmák, hanem a szíved az megy, az felfedez mindent, mert nem fél. Mert abban nincs félelem. Ezért aztán veszélyes így élni. Veszélyes így élni, igen. Viszont ezzel a veszéllyel azért, ez nem csak egy veszély, hanem ezzel jár valami. Ezzel jár valami. Mi? Hát minden. Magadként. Aha. Mindenkinek szeretettel ajánlom. Ezt gondolkozom, hogy milyen lenne a világ, hogyha mindenki úgy élne, ahogy... Ne gondolkozz szerintem ezen. Én nem tehetek róla, én nagyon sokat gondolkozom. Egyébként azt viszont nem ajánlom mindenkinek, hogy túl sokat gondolkozzon. De kénytelen vagyok, mert tök jó, hogy te beülsz ide 100% szívvel, csak hogyha itt semmiféle kognitív keretrendszer nem lenne ebbe a műsorba, akkor... Tehát ez nem azt jelenti, hogy nekem... Tehát én nem a funkcionalitásom elvesztéséről beszélek. Én csak arról beszélek, hogy van az elmédnek az a része, amit ugye egóként hív mindenki, de igen, ego, de hogy ez mit jelent valójában? Tehát az ego az egy program, és ezek a minták. Az ego nem egy entitás, hanem az ego egy program, ami fut, és mivel tudat alatt fut, addig, ameddig nem leszünk rá, ugye nem ébredünk fel rá, addig ez visz téged. De abban a pillanatban, hogy ez a program, ez át van világítva, fel vannak téve nekik azok a kérdések, hogy hova megyünk, miért is megyünk, miért is így csináljuk, jó is ez nekünk? Vajon ez honnan jött? Miért gondoljuk, hogy ez jó? És tényleg jó? Tehát tényleg sikeresnek és boldognak érezzük magunkat? És a többi, és a többi. Tehát én nagyon szeretek erről beszélni, mert azért szeretek erről beszélni, mert ez hozta meg mindazt, amiért egyébként így hálás lehetek. Az Esztertől kezdve a csapatomig, akire te mondtad, hogy nézd, milyen érdekes, itt mindenki ilyen kedves. Hát nem azt mondtam, hogy milyen érdekes, hanem azt láttam, hogy ez jó látni, hogy szeretet vesz téged körül. Igen, hát, igen. Hogy ez egy ilyen szeretetteli, hogy ezek a srácok, lányok úgy szeretnek, egymást is szeretik, abszolút. Meg azt is, amit csinálnak, és ez jó, így dolgozni jó, és így bele lehet már rakni az agyat is, mert azért, amit csinálsz, hát azért te most építkezel újra. Abszolút. Mert azért fontos neked az alkotást, és ez mondjuk együtt fog járni megint közönséggel, szeretettel, rajongással. Igen. Azzal már, mit fogsz kezdeni? Csak már, mivel tudom, hogy minden mulandó, és így élem a mindennapjaimat, ezért nem fogok már rá csüngeni valamire, aminek tudom, hogy az elvesztésével instant szenvedésre ítéltettem magamat. A másik meg, hogy ami nekem itt van, az itt van. És én Istent keresem ebben a világban, és nem a világban keresem Istent, hanem tudom, mert a betegség, mert az élet belenyomta a fejemet ebbe a tudásba. Nem azért, mert én kitaláltam magamról, hogy most de rohadt okos leszek, meg bölcs, hanem azért, mert mondom, taknyomban, nyálamban kellett mászkálnom,
mert máshogy nem értettem belőle. Én sem vagyok okosabb senkinél. Már talán bölcsebb, igen. Azzal az arroganciával az semmilyen bölcsesség nem járt, ami nekem volt, mert az totál, tehát sík hülye voltam, és ugye nyilvánvalóan még erre még rá okosítottam magam, az még a legszörnyű kombináció. Te hogy vagy a külsőddel? Jó kérdés. Kösz. Én nagyon szeretem magamat nézegetni, rettentő hiú vagyok, és tetszem magamnak. Vannak részeim, amiket nem szeretek, például mint a kopasz voltam, de hála Istennek, azt már elkezdték orvosolni egy hajklinikán. Tényleg? Igen, már meg van műtve. Ja, jó, most nő ki. De én nagyon alacsony vagyok, úgyhogy én a magas pasiknak sem láttam a kopaszpoltját ezért. Megkaravázni. De ettől függetlenül érzem azt, hogy megmaradt még, és játékosan, de itt van az, ami én mindig is voltam. Tehát nem vesztettem el magam. Aha. Ez nem feltétlenül erről szóltam, hogy ez egy paradoxon, mert előbb arról beszéltem, hogy el kell veszteni magam, most meg nem. Nem, most a külsődről beszélünk. Igen, de hogy szeretem például, hogy már egy ideje járok úszni, és újra elkezdtem izmosodni, a csajom imádja a mellizmomat, és rohadt nagyokat röhögünk, hogy csöcsösnek hívjuk egymást, és imádom ezeket a világi dolgokat, és mindig is szerettem. És én nem azért kerestem Istent, hogy utána eldobjam ezt, meg nem akartam egy barlangban élni, mert én egy nagyvárosi gyerek vagyok. És meg dolgozol a külsőddel. Igen. Tehát, igen. Most érted, tehát egy színpadi műfajban dolgozol, és abban a sikeredben a része van a tehetségednek, a munkának, és a külsőd. Abszolút. Hát ez egy vizuális műfaj. Hát, de a legfontosabb az, és a Katinak is ezt mondtam, ugye a Katinak, aki énekelt velem. Ja, igen. És a Bazsinak is ezt mondom, mert ők aki meg zenél mellettem. Mert mind a ketten nagyon jó előadók szingliben is, de azt mondtam nekik, hogy egyetlen egy dolog a legfontosabb, hogyha meg, akkor leszel jó előadó, ha megmered mutatni magad. A rosszat, a jót, mi akkor leszel érdekes egyébként előadó, ember, bármi. Uh-huh. Ha folyamatosan kit érdekel, már mindenki ezt csinálja. Most már tényleg a Csabból is az folyik, hogy minél tökéletesebbek vagyunk, hú, de hogy, tehát, hogy már eleg, nekem személy szerint fáradt, elegem van már. Hát jó, de azért megcsináltatod a kopasz volt, tudod, ez zavar. Megcsináltatom, de ez az olyan... embernek van, amikor nem tökéletes akar lenni, hanem jól akar érezni magát a bőrében. Igen, meg én se járok mindig, mondjuk ingbesz, most azért vettem föl, mert kicsit ki akartam csípni magam, de hogy szívesen, de hogy ez is egy olyan dolog, hogy ennek is megvan a mérték, ezt is úgy lehet érezni, hogy mi az, ami már neked túl sok, de a saját kis igényeidet kell, vagy azért kell kutakodnod magadban. Mert ugye rólunk szól végül is ez az egész élet, és ez nem egy önzőség, de hogyha magadon nem tud segíteni, másokon hogy a picsába tudnál segíteni? Hát sehogy, persze. Sehogy. Persze, olyan erdőben vagy. Ha már az előbb a zuhanógépről beszélsz, meg az Isten az ateizmusról, ugye a gépen is először magadra rakod az oxigént, és utána a gyerekre. Abszolút. Mert hogy értem én ezt, értem a... Beszéljünk egy kicsit az Eszterről. Jó, oké. Másik kedvenc topikom. igen, tudom. Mert hogy ez tényleg egy nagyon nagy találkozás, te Balázs. Tehát, hogy pont itt találkoztunk. Tudom, igen. Egy pékségben. Igen. Tudom, és hogy ő gyakorlatilag leszólított téged. Leszólított, igen. És kérdezz még, mert akkor inkább ott... Tehát leszólított téged, és úgy tudom, hogy például rögtön az volt, hogy beszélgettetek nagyon sokat, órákat, de például nem kérted el a számát, hanem rábíztad valamiféle, mondjuk Istenre. Istenre, igen. Jó rábízni dolgokat. Én most már egyértelműen ezt visszajelezhetem bárkinek. Az Eszterrel való találkozásomkor bármire gondoltam életem azon szakaszán, csak arra nem, hogy most jön a nagy ő. Akkor még nem voltál jól teljesen. Nem, hát mondtam, nekem az volt az Eszter az antrém, hogy figyelj, a haverom lakásában lakom, a másik haverom pénzéből élek, szanakszot szedek, és ez a legmesszebb lévő hely, ahol el tudok menni a lakásomtól, ez volt kb. 50 méter. És akkor utána elkezdhettünk beszélgetni. Uh-huh. És az Esztert ugye valószínűleg akkor is agyoncsapta az a fajta őszinteség és nyitottság, akkor már nem volt mit vesztenem. És ebben az állapotban a mai napig benne vagyok. Nincs mit vesztenem. Aha, hát aki már egyszer elvesztett mindent. Igen. Vagy hát, amikor azt mondjuk, hogy taknyodon, nyáladon, amikor azt mondjuk, hogy nem, nulla forintod volt, akkor nem hülyéskedünk, tehát nem. Te tényleg lenulláztad magad teljesen. Én tényleg. Azaz nem én. Lelkileg, anyagilag. Azaz nem én, de a körülmények, ugye, igen. Tehát én akkor, na, visszatérve erre. Szóval Eszter. Igen, Eszter. De ő közben
közgazdasági egyetem, doktorandusz, igen, kutató, doktor, igen. Nem tudom, hogy bár szerepeltetek a műsor, mondta Eszter, tehát igen, hogy igen, lehet tudni a nevét. Lehet tudni, igen. Tehát, hogy ő egy, hát szóval, hogy na, tehát, hogy életem, ő viszont... életem nője. Tehát ő minden, amit én valaha, és amit valaha nem is tudtam volna gondolni egy nőről, az ő. És én szeretek egy olyan, mindig is szerettem egy olyan új úton járni, ahol senki nem járt, és nem igaz, hogy a szerelem elmúlik, sőt, ez a szerelem, ez napról napra durvább, semmi lilaköd nincs benne, nulla lilaköd, aki ismer engem, vagy az Eszter. Azt mondja az Eszter, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy ez így legyen, de így van. Nem, ez nem is az egyszerűséget kerestem soha semmiben, hiszen azt sokszor érzem azt, hogy az egyszerűség az egy olyan komfortot ad, amit én annyira nem szeretek. Szerelemben benne van, hogy teljes kontroll vesztett állapot, ezért óckodnak az emberek teljesen a szerelemtől, meg ez kicsit olyan, mint amikor így átadni a volánt így Istennek. Én csak félelemből akarom mindig visszavenni a gyeplőt, de utána mindig így eleresztem, tudom, mert annyira bejött nekem az, hogy nem hitegettem magam tovább azzal, hogy nálam van a kontroll, és ezzel a személyes felelősség teljességem nem nyomagyon, hanem felszabadultam. Ez nem azt jelenti, hogy én ne vállalnék felelősséget a döntéseimért. Mert hogyha én elkések, akkor nem mondom azt, hogy én átadtam a kontrollt Istennek, blame him. Ja, igen. Nem, itt jobbra, bocsánat. Semmi baj. Hanem ettől még megmaradt, tehát megmaradt minden, amivel tudok funkcionálni egy civilizációban, tök normálisan. És nem hagyom otthon a félcipőmet, bár volt olyan is, hogy tényleg ilyen állapotban voltam, de ez is benne van. Én tudok így élni egy teljesen frankó kis életet. És ezt látod mondjuk, hogy saját gyerek, saját család így is tudnál élni? Hogyne. Hogy felelősséget vállalni egy másik emberi lény. Persze, most, hogy megjött az empátiám, hogyne? Hát állok elébe. Tényleg? Persze. Beszéltek is erről? Hogyne. Csak... Mert hogy azért igazából korban már abszolút. 39 vagy, nem? Igen. A mostani helyzet több szempontból sem alkalmas egyébként arra, hogy ezt effektív meglépjük, de mind a kettőt beszélünk róla, én nagyon szeretnék gyereket az Esztertől, ő is nagyon szeretne gyereket tőlem, és persze már nézzük a kis gyerekeket, és akkor elérzékenyülünk. Hát, szóval megvan ez a dolog abszolút. Tök jó. Igen. És közben összeállni látszik a zenei dolog is. Igen. Jó abszolút. Emberek vannak körülötted. Mi a terv? Mert ugye most majd az adás végén meg fogják hallgatni a YouTube nézők a teljes számot, mert az elején csak... És köszi, hogy kérdezed, és még egyszer én tök hálás vagyok azért, hogy nem nagyon kapok mostanában, nyilván tudjuk, hogy miért nem kapok mostanában olyan platformokat, ahol én tudom szórni a kis cuccaimet, mert ugye magyar ember nem énekel angolul. Ja, hogy igen, ezért van egy ilyen kirekesztettséged, úgy érzed? Ebben igen, abszolút van. Neked hála, meg ennek a műsornak hála. Az én zeném végre szerintem eljuthat egy csomó emberhez. És ki is fogunk hozni még egy dalt, ezen felbuzdulva, annak forgatunk most egy klippet, és meg fog jelenni a műsoroddal párhuzamosan ez a dal, meg még egy dal, és akkor... Na, de hogy figyelj, ez az angol dolog, te mindig is angolul énekeltél, már a Carbonfuse-ban is. Próbáltam magyarul, de én sajnos nem tudok jó magyar szövegeket írni. Aha. Egyszerűen. Angolul jön ki belőled. Igen, megpróbáltam. És de hogy annyi együttes van, akik angolul énekelnek, tehát hogy ez, engem meglepsz ezzel, hogy ennyire... Akkor lehet ez csak az én mártíromságom. Tényleg lehet. Nem tudom, én nem ismerem annyira a zeneipart, mint te nyilván, vagy hát nem tudom, te most mennyire ismered, mennyire hullottál ki a... Ismerem a zeneipart, mert nézegettem a zeneipart, itt majd arra, nézegettem a zeneipart, és az egész szerintem világszinten, világszinten a zeneipar rettentő konformista lett, és nagyon unalmas emiatt, és én azt érzem, hogy az, amit mi csinálunk, ez az experimentál popzene, ez nekem engem rettentő módon szórakoztat, eszméletlen irányokba megyünk a lemezen belül is, és remélem, hogy ezt a fajta spontán dolgot, ezt imádni fogják az emberek, persze, hát mi más remélt egy előadó, de ezt remélem. Itt lakik, anyám? Jaj, na, hát akkor megérkeztünk. Szuper. Szinte téged is meglep, hogy itt lakik. Igen. Itt lakik, anyám. Tehát az olyan volt egy kicsit. Nézd már. Kicsit ez is baj, elveszted az eszedet egyébként ilyen. Mikor? Szerilisnek hagysz, de... Nem baj. De tudod, van az, amikor így nem feltétlenül kell sajnálni embereket, mert elfelejtették azt a sok dolgot, amitől egyébként szenvedtek. Uh-huh.
mikor egy szenilisnek, vagy egy idősebb embernek, ja, tök jó, hogy nem emlékszik a sok gyötrelemre, tudod. Amikor... Hát igen, önvédelem is ez. Az elme önvédelme. Igen. De te viszont nem felejtetted el. Nem. De neked nagyon megvan az, hogy nem mondom, most ezzel nem a szenilisségedet próbálom, hogy nem vagy az, hanem az, hogy nagyon élő még benned ez. Jó, nem volt régen, mert most mióta vagy jól? Én már egy... Az, hogy mióta vagyok jól... Az Eszterrel 19-ben találkoztál. 4 éve vagyunk együtt már. Akkor valami ilyesmi. Hát... De lehetett 18-19. Évelején volt. Tehát... Aha. Még beszélgetünk? Pillanat? Mert mióta vagyok jól? Mióta vagy jól, igen. Az már, hogy itt tudok veled, az annak a jele, hogy már annyira jól vagyok, hogy ezt így beengedték az életembe. Eddig ugye ezzel elég... Igen, hát beengedték. Uh-huh. Beengedte az élet az életembe, és ez nekem mindenképp egy elég erőteljes jel, hogy itt most valami megindult. Egyébként, mert mikor felhívtatok, akkor már azóta, hogy kezdtek ilyen furán nem úgy működni a dolgok, mint annak előtte, hogy összejöttek a dolgok. Hát elkezdtek tényleg így összeállni, és szerintem ez volt az első igazi korona az én, és azért mondom neked ezt, mert tudom, hogy az emberek nagy része ezt természetesnek veszi, mert én is annak idején természetesnek vettem volna, hát jó, oké, Détót Krisztávot beülök, jó, oké, még egy interjú. Megjött bennem a hála, és tökre itt tudok lenni veled, és nem az sztorimba vagyok, hogy mi volt, mi lesz, hanem... Meg hogy nézek ki közben, hogy hangzik ez, hogy... Hogy vajon, hogy most a Fehér Balázst azt úgy látják, hogy én akarom, hogy lássák, vagy nincs ez a kombin... Jöjjön ki, aztán legyen, aminek lennie kell. Mert lesz olyan, aki majd azt mondja, hogy úristen, mi történt ez a csáv? Hát hogyne, hát az összes a haverai nagy része azt mondja, hogy bolond vagyok. Nem vagyok normális. Na, hát akkor jó bolondságot neked, meg hogy gyógyulást, meg minden Eszterrel boldogságot, még egy fotót csinálunk. Today is the day you kiss me and I'm running away. Still afraid, but look now, true love is what we're living for. I used to rise and fall, but no more knocking on an open door. My heart is talking to you, your heart is talking to me. We killed a dirty little secret, so now I can see when y'all call, when you call. Burning for you.
nagyon szerettünk volna a gyereket, és ez volt az útja, hogy a Roli megszülessen nekünk. Sokadlagos, hogy örökbe fogadott. Jött a kislény, és a fiam akkor látta, hogy oké, hogy az apa nincs itt meg, de hogy egyszer csak itt van ez a dolog, ami a kislényén, és ezt már úgy látom, megértem. És akkor, ha szóval ilyeneket csinál az apám. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.